rakunk bele egy liliomot, rakunk bele egy rózsát, az eleve megrendelésre is vannak ilyenek most, és rakunk bele egy gerberát. Ezzel a háromszálas vegyes csokorral is meglephetjük hölgyismerőseinket nőnap alkalmából. Ilyenkor a cserepes tavaszi virágok közül a színes tulipánok, primulák, orchideák és ciklámenek fogynak a leginkább. A vágottak közül pedig a tulipánok mellett a gerbere, a szegfű és a rózsa a sláger. Itt nem nagyon szoktunk javasolni, mert általában vannak olyan urak, akik több hölgynek visztek, nyilvánvaló akkor az megpróbálják egy kicsit az olcsóbb kategóriájú virágokat vinni cserepesbe is, meg a vágottba is. Vannak olyan urak, akik esetleg egy hölgynek visznek, csak édesanyjuknak, meg a párjuknak, azok visznek esetleg egy nagyobb csokrot, vagy egy ilyen drágább kategóriájú cserepes virágot. Nagyon szép szálas virágaim vannak, szegfű, gerbera, íriszem. Nagyon szép sejemvirágaim vannak, és asztali díszek, vágott, vagyis cserepes virágaim vannak, úgyhogy nagyon választék. A katonatéri piacon is jó előre felkészültek a nőnapi rohamra. Noha csütörtök délelőtt nem volt sok férfi vásárló, bíznak benne, hogy pénteken ez másképp lesz. A férfiak nagyon kevés mindent keresnek, úgyhogy mindegyiket szeretnénk megfogni, hogy emlékezzenek ránk, mint őkre, hogy mi mindent megteszünk a férfiakért. Bízunk benne, hogy a holnapi nap jobb lesz. Krinszki Zoltán cserepes primulákat vásárolt a lányainak, a munkahelyén pedig virággal és édességgel készülnek a hölgyeknek. Én úgy gondolom, hogy nem csak ilyen időszakban fontos a nőket, hölgyeket elismerni, ünnepelni, de ilyenkor azért végül is mindig jó a tavasz kezdetén egy kis meglepetés számukra, meg hogy jól induljon a nap, szép legyen a napjuk, hétvégéjük. Meg szerintem ez jó esőérzés mindenki számára, hogyha elismerik egy kis kedvességgel, figyelmességgel. Özvegy Ipacs János a menyének és a lányának készül egy kis meglepetéssel. Mint mondta, a család mindig együtt tölti a nőnapot. Én el tudom mondani, mivel ugye Özvegy vagyok, a főzés, takarítás egy személyre hárul, ugye, és azért egy nő sokkal jobban tudja vezetni egy családot, mint egy férfi, én szerintem. A pénteki nőnapon a vármegye több helyszínén is tart közúti ellenőrzést a rendőrség. Azoknak a hölgyeknek, akiknél mindent rendben találnak, egy-egy szál virággal kedveskednek az egyenruhások. Holnap március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot, ezért felhívjuk a kedves férfi nézőink figyelmét, hogy ne felejtkezzenek el hölgy ismerőseikről, én már megvásároltam a virágot.